új korszak kezdődik a magyar vidék életében az új agrárkamara megalakulásával. A magyar vidék, a gazdatársadalom régóta vár arra, hogy az érdekeit megjelenítő, az összefogás segítő, hangsúlyos szervezete legyen. És ilyen nagy létszámú 200 ezer tagra támaszkodó agrárkamara soha nem volt Magyarországon. A mezőgazdasági termelés, a feldolgozás, élelmiszeripar és a nagy kereskedő vállalkozások tagjai a kamarának, így egy szervezeten belül tudják rendezni a vitás kérdéseket és megjeleníteni a különböző érdekeket is. Fontos a kamara azért, hogy szolgáltatásaival segítse a gazdákat, szaktanácsadással, képzéssel, érdekek képviseletével, nemzetközi szinten is el tud járni a tagjai érdekében a kamara, és megjeleníti azt az összefogást, amely az ágazatnak oly sokáig hiányzott. Ma agrárbéke van, a problémás dolgokat tárgyalóasztalok mellett szorgos munkával tudjuk megoldani, együtt tudjuk keresni a megoldásokat, és az új agrárkamara egyenrangú fél lesz az országgyűlési, törvényhozási munkájával kapcsolatban, és a végrehajtó hatalom a Vidékfejlesztési Minisztérium vonatkozásában is. Azokat a felvetéseket, javaslatokat, amelyeket megfogalmaz, egy nagy háttér, egy komoly háttér erősíti, és a döntéshozók az élet legkülönbözőbb területein nem tudják megkerülni az agrárkamarai véleményeket. Ugyanolyan súlyú szereplője lesz a magyar gazdasági és közéletnek, mint Nyugat-Európában a hasonló szervezetek, és nemzetközi vonatkozásokban is tudja segíteni azt, hogy a magyar mezőgazdaság az eredményesen szerepeljen. Ez fontos az Európai Unión belüli viszonyok tekintetében is. Én biztos vagyok abban, hogy a agrárkamara, amely a választásokon túl van, szoros munkálkodással kezdi az előtt álló feladatoknak az elvégzését, megoldását. Gratulálok a kamara tisztségviselőinek, valamennyi résztvevőnek, a kamarai osztályokban munkát vállalóknak, és bízom benne, hogy a munkájuk az eredményes lesz.